egyébként visszatérve a... erre, csak mert már elindult, kezdhetjük a másikat? Jó, csak már ugye adás előtt beszéltünk erről a maszkról, hogy van a Netflixen egy ilyen dokumentum sorozat, mert ugye így a kazettáról is beszéltünk, tehát akkor te is így a idézője betett old school dolgoknak így a szeretője vagy, mint ilyen kazetta, meg lemez, meg régi filmek, nem? Vagy így nem? Nem ezt határozza meg így a azt a zsánert, ami szerint én mondjuk döntök filmben, vagy bármiben, hanem egyszerűen én nagyon szeretem szinte bármit, tehát ugyanúgy imádom a legvéresebb, legbetegebb horrorokat is, mint a legbutább ilyen romkomokat. És néha bőgni tudok egy olyan filmen, ami igazából tök szar volt, de van benne egy olyan jelenet, ami így megérint egy barátságról, vagy ezek általában ilyen szívbeli dolgok, vagy ilyen erkölcsi, tehát ha már mostában lehet látni valahol ilyet, már attól elsírom magam. Ja, most például láttam, hogy egy macskát nem ütött el egy kocsi, és mondtam, úristen, tehát emberség. Hmm. Tehát én már azért, tehát én tudatában vagyok annak a valóságnak is, hogy azért az élet, vagy a világ nagy része azért mostanában egy elég meredek flashbe van. Hmm. Tehát, mondjuk egyébként igen, nem olyan régen néztünk egy filmet, címére sem emlékszem. Mindegy, egy teljesen ilyen alap, ilyen, hát nem azt mondom, hogy dráma volt, de nem volt egy akciófilm, és kettő is fél órás volt. És azt vettem észre, hogy kicsit így szenvedtem így a végére, hogy mi volt az a film, hát láttam, Netflixes. A Netflixes lesz, és szerintem a Don't Look Up, ez az aszteroide jön a föld felé, de ugye nem úgy van megközelítve, mint a régi az Armageddon. Nekem mi jött tehát a leginkább abból a film? Kíváncsi, hogy nekem van egy... Hát, egy írdatlan görbetükör. Tehát, aha, hogy mennyire... De mit tükrözisz? Nekem az egész végig az volt az idegesítő benne, hogy így elkezdődött, és akkor tudod, mutatták ott a TV riporteres részeket, hogy mennyire elbagatelizálják az egészet, meg stb. És így néztem, hogy álmodom, ilyen nincsen. Ilyen nincs. És ahogy ment előre a film, így egyre inkább gondoltam úgy, hogy lehet, hogy ebben van valami, És egyébként valahogy az elején úgy olyan volt kicsit, mint egy ilyen horrorra akadva paródia, tehát hogy minden direkt el van túlozva, hogy ilyen menekül valaki, és akkor ki van téve a fegyver, meg a vizet, és a banánt veszi el magával, tehát ilyen poénnak tűnt az egész film, és a végére úgy nagyjából így úgy voltam vele, hogy hát oké, ebben talán mégis van valami, nem véletlenül akkora nagy siker is. De az, hogy mi jött le pontosan, hát nem akarok nagyon-nagyon ilyen általánosítani, de ja, kicsit butulunk egyébként, így össznépileg szerintem, így a hogyha a nagy százalékot lehet általánosságnak venni, akkor kicsit olyan, hogy nem... Kicsit fel van gyorsulva minden, és erre akartam kitérni, ugye pont a film miatt, hogy egy tök jó filmről van szó, és megy, és én egy kicsit a közepénél így untam, mert ugye nem volt benne akció. Tehát egy kicsit az inger küszöb van kitolva, hogy akció hátán, és akkor Marvel filmek, hogy jön az Iron Man, jön a Hulk, és akkor ugrálnak meg, lövöldönek, és akkor élvezett, hogy így lehet így kapkodni a fejet, hogy mindig történik valami, de aminek egy kicsit ilyen lassabb, ilyen vontatott, azt én például egy idő után elkezdem unni. Holott egyébként meg például az én egyik kedvenc filmem a Forrest Gump, amit láttam már szerintem 200-szor, és az sem egy ilyen akciódús valami, de azt meg tudnám nézni bármikor. Tehát ha felkeltesz, mint a hajnal 3-kor egy rohadt fárasztó nap után, és azt mondod, hogy ezt nézzük meg, akkor megnézem. Én nagyon szerettem a Forrest Gumpot. Hát szerintem az embereknek meg kéne békélniük az unalommal. Tehát ez egy hiányzó dolog az ember aspektusában, hogy azt hiszi, az unalom az valami olyan dolog, amire reagálni kell. Az unalom az ugyanúgy, hát ha nincs izgatottság, tehát hogyha nincs unalom, nincs izgatottság se. Tehát azért elfelejtjük, hogy ez a világ, ez kétpólusú. Tehát ha nincs unalom, nincs izgatottság se. Tehát úgy akarjuk az izgatottságot folyton megélni, az unalmat nem éljük meg, de ez lehetetlen. Tehát az izgatottság is csak valamihez képes létezik ezen a földön, és hogyha nem vesszük figyelembe ezt a kétpólusúságot, akkor egyszerűen akkor az életre szarunk rá úgy, ahogy van. Tehát, de ezt nem tudjuk, mert nem vagyunk az élet fölött, nem állunk fölötte. Hogy szoktál te unatkozni? Hát amikor jön az unalom, akkor nem kezdek rá csinálni valamit, hanem ott ülök és megélem, hogy most ez egy unalmas rész. És nincs vele semmi bajom, pont emiatt, mert elfogadom. De nem egy paradoxon, mert nem emiatt lesz utána pont nem unalmas az egész? Hát ha kipróbáltad volna... Mégis csinálsz valamit, mert ugye megéled, tehát akkor már igazából nem unatkozol, nem? A csinálás ebben az esetben az csak egy hagyás. Ja, tehát hogy így csak benne vagy is. Igen, hagyom, hogy a természetem mé váljon az unatkozás. Aha. Ugyanúgy, ahogy a természeteddé hagyod azt is, hogy az izgalom természeteddé váljon. Tehát, és akkor izgatott leszel, és akkor már egy vagy az izgatottság. Az unalom az pedig
Vagy, és ez így oké? Tehát így rendben van? Hát ez akkor oké, hogyha az ember felnő arra, hogy teljes életet szeressen élni. Tehát hogyha nem akarja az egész életet úgy tölteni, mint egy közlekedési rendőr, hogy ez jó érzelem, az rossz érzelem, te bejöhetsz, te nem, te rossz ember vagy, fúj, diszkomfortot okozott, takarodj. Tehát így, én ott vett embereknél vettem ezt először észre, hogy nem minden diszkomfort, amit emberek okoznak nekem, az feltétlenül rossz. Tehát lehet, hogy tanulok belőle valamit, és kicsit beljebb engedem az illetőt, és lehet, hogy azért idegesít engem az a másik, mert emlékeztet egy saját, olyan saját tulajdonságomra, amit nem fogadtam még el. Például, hogy a morgó, vagy a lusti, vagy a faszantúja, hogy hívják a törvéket, vagy Béla, mondjuk iszonyatosan pökhendi, vagy arrogáns. Okay. És ezt nem bírom benne. Mert magamban sem bírom elfogadni, hogy egy nagyképű fasz vagyok. Mert ez azért sokat változott az utóbbi időben? Vagy? Jaj, az utóbbi 10 évben kb. Jaj. És de nem unatkoztál ez idő alatt? Azért... De, csomót. Mármint, hogy de nem ugye nagy százaléket, mert azért gyártod a zenéidet, meg azért elfoglalod magad. Igen. De például ugyanígy van egy hétből, mondjuk a 7 napból, van egy-két tök passzív napom is, amikor nem nagyon van kedvem nyomni a gázt, és nem az a lényeg, hogy... Meg a dalok ugye úgy születnek, hogy annak van egy, mint a gyerekek, ahogy nőnek, hogy egyik nap aktívabbak, másik nap passzívabbak, tehát saját életet élnek, és nem nagyon tudod megerőszakolni őket, mert az csak szarabb lesz. Meg én nem olyan slágereket gyártok, hogy időre, tudod, ilyen paternek szerint, hanem azt élvezem a dalszerzésben is, hogy a dalok össze-vissza életre kelnek, és visznek mindenféle irányba. Az egyikben van egy francia betét, úgyhogy nem tudok egyet a franciául, 4 szót tudok, c'est la vie, voilà, parlez-vous français, ennyit raktam bele. De akkor az kijött, és így akkorákat röhögtünk, mert tök vicces volt az, hogy nem tudok franciául, és franciául énekelek egy dalba. Tehát, hogy meg mindenféle, tehát élvezem pont ezt az intuitív jelenlétet ott is. És hogy igazából hogy áll most a Fehér Balázs, a dalszerző, a zenész egyébként? Mert ugye egy picit idézőjelbe téve el voltál tűnve, és most így egyre többet találkozom így újra veled. Bár én hozzáteszem egyébként, hogy ugye a Down című dalod az 2012-1, valahogy jaj, így. Jaj, 10 talán. Igen, tehát én azóta várom például az albumot. De helyes vagy, köszi. Figyelj, akkor most viszont, tehát abszolút én vagyok a te embered most, mert most már jön az album. Tehát már kijött egy dal, aminek az a címe, hogy You and Me. Azt is. Igen, és most fog egyébként pár nap múlva, most lehet, hogy valaki egy időhurokba kerül, mert itt majd később lesz leadva az adás, meg minden, de az a lényeg, hogy június 9-én fog megjelenni a YouTube csatornámon a She School, ami életem... Június 9-7-e van. Aha. Az pár nap, három nap. Vagy kettő. Életem legjobb klipje lett. Tehát bocs, hogy... Meg lehet spoilerezni a klipet egy kicsit, hogy mit csinálsz benne, csak hogy... Hát majd kamerákon kívül én nem mesélem neked, vagy meg is mutatom akár itt, már kész van egyébként majdnem a teljes vágat. Itt én 3 éve keresek egy olyan brigádot, akivel én szívesen forgatok. Nagyon-nagyon válogatós vagyok mindenben. Most találtam egyébként egy olyan stábot, akikkel egyszerűen olyan megható együtt dolgozni, annyira ugyanazt a profizmust és lelkiséget képviselik, és hát egy iszonyatosan groteszk klip lett. Egy nagyon-nagyon furcsa, stílusát tekintve groteszk klip lett. Többet nem akarok spoilerezni, imádom az emberek fejét, ahogy nézik, és esnek darabok, hullnak szét. Tehát ilyen annyira brutális lett az egész, hogy most is kirázza ideg, hogy dumálok róla, mert mind a folyamat, mind az előtte barátkozás, a maga forgatás, az utómunka, az egész csapatnak a dinamikája, meg a kémiája, egyszerűen fantasztikus. Egyszerűen kész vagyok teljesen. Cél volt ez egyébként, hogy kicsit ilyen meglepőbb legyen, vagy így elrugaszkodjon attól, amit így lehet, hogy várnak az emberek tőled? Vagy úgy voltál vele, hogy jött egy ötlet, kipattant, és akkor azt csinálom meg, és akkor lesz, amilyen lesz? Vagy volt benned egy ilyen egy kicsit, hogy elrugaszkodok ettől, amit várnak? Tehát ami volt ugye annó a Carbon Fools, ami volt utána ez az egy pár klip, ami volt, és azért elég ilyen
ilyen letisztultak voltak, tehát hogy volt például ugye a Down-nak a klipje, az is egy ilyen tök jó hangulatú, kicsit sötétebb volt, de ugye volt benne egy kád, voltál benne te, volt benne egy szép lány, volt benne egy ilyen-olyan vágás, aztán volt ugye még egy, ugye a Felcser Máté, valami egy lényegében fehér klip, tehát ez is egy elég ilyen letisztult történet, akkor ez meg egy kicsit, ahogy te fogalmaztál, groteszk. Tehát ez így benned volt, hát hogy polgárpukkasztok, vagy csak nem. Jött egy ötlet és megcsináltad? Polgárpukkaszt, pont ezt mondta Dóri nekem a rendező, hogy az a legdurvább bennem, hogy én úgy vagyok, úgy sokkolom az embereket, hogy nem akarok sokkolni. Tehát nem az a célom, hogy sokkoljak. Ugye ha megnézed az életemet, tele van olyan fordulattal, meg olyan dolgokkal, ami már önmagában ilyen mi van? Tehát, néha én se értem, de ez csak az amiatt van, mert én mindig így is igyekeztem a szívemet követni, ami eléggé irreális dolgokat ugye szül. Tehát pont, hogy nem ugye innen, hanem innen hozok döntéseket, és vagy történnek velem a dolgok. Nem volt cél, egyszerűen azt szerettem volna megélni, hogy valakinek át tudom adni az irányítást, és oda tudom neki adni a teljes vizuális anyagért vállalható felelősséget. És a Dórinak abszolút odaadtam. Ő a rendező, a Szelei Dóri. Ő megkapta ezt a feladatot, és én mentem utána. Nekem sose volt ilyen, én régen kontrollmániás voltam, mindent akartam, én ötletem, az is az én ötletem. De jó vagyok abba is, még, tehát hogy nyilván egy ilyen alacsonyabb önértékelési ember, mint amilyen én is voltam annó, szeretett volna mindenbe kitűnni, tudod. De most át tudtam a Dórinak engedni, és ez a legjobb döntésem volt. Tehát a csaj egyszerűen, te is tudod, biztos átértél már ilyet, hogyha valaki megadja neked a bizalmat, hogy csinálj, amit akarsz, Miri Balázs, érted? Hát akkor tudsz a legjobban alkotni. Hát akkor olyan... Igen, van benne valami, amit mondasz, igen. Nekem ugye a viccírás, meg a maga a stand-upnak így a világa volt egy kicsit olyan, hogy így elvárták, hogy hogyan írj, hogy most le kell ülni egy héten ennyit írni, és ennyit kell fellépni, és igenis el kell vállalni mindent, és menni kell mindenhová, és csak nyomni, mert annál jobb leszel, és egy ilyen idő után éreztem rá így a hatodik olyan fellépés, amit ilyen egy kocsi platójára szerveztek, ahol egy három raklapon kellett felmenni és négy embernek fellépni, hogy na ez az, ami nem épít rajtam semmit. Igen. És amikor így leültem, így kinyitottam a gépet, hogy akkor most én leültem egy kávézóba, és kijöttem otthonról, tehát hogy ne legyen semmilyen, ami megzavar, és akkor én most viccet fogok írni, tehát azok lettek a legszarabbak. Igen. Úgyhogy, persze. De amikor ülök a buszon, és két szám között mondjuk pont hallom a külvilágot, és elcsípek egy ilyen beszélgetést, és abból utána viszont olyan 10-15 perces poén születik, ami megfizethetetlen, mert nem gondoltam volna erre a beszélgetésre soha. Tehát volt például egy ilyen, csak hogy értsd a példát, hogy álltam a villamoson 4-es-6, és akkor mentem jó sokat vele, azt mondtam, majdnem végállomásra végállomásig, és ott volt egy, hát két hölgy, viccen kívül 1.40, 1.35 körül, vagy 1.50 körül, és akkor arról ment a beszélgetés, hogy milyen hülyék a villamos tervezők, mert hogy milyen magasra rakják a kapaszkodót, hogy senki nem éri el. Ez így elhangzott, tudod. És így ültem, hogy mondom, nem, hogy senki nem éri el, csak ti nem éritek el, meg aki alacsony, tehát hogy de te nem hülye. Igen, mert hogy igen, tehát konkrétan az átlag nem itt van, tehát a villamos tervező, az, meg egyébként ott álltak a korlát mellett, tehát hogyha nem éred el azt, ami ott van fent, akkor így tudsz itt is kapaszkodni, és ezt így meghallgattam, és utána így hirtelen így vissza se indítottam a zenét, hanem így levettem így a füles, és elkezdtem így csak így járatni rajta az agyom, hogy ezt hogyan lehetne kicsavarni, és így tök jó kicsavartam. Ez csodálatos egyébként a egy zsebkendőt. Mit kerestél? Van valaki egy zsebkendő? Köszönjük szépen. Nekem nagyon már legyen. Igen? Igen. Hónajból izzadok kurvára, és csajom mondta, hogy hagyja meg a hónaj kutyámat, mert ez mennyire menő, és egyébként a klipben benne lesz, hogy keci menő, hogy megvan, hagyva egy akkora kutya, mint az állat. De meg is mostam, mielőtt jöttem, és befújtam. A Balázsnak nagyon jó illata van. Kurva jó illatom van, ezt nem hiszitek el. És annyira jó illatom van, hogy tudom keresztül is átni. Na szóval... Ez fantasztikus, hogy tényleg jön egy mondjuk egy súlyosabb, tehát effektív túlsúlyos ember, és mondja, hogy te hogy le vagy fogyva? Nem vagyok lefogyva. 190 centi vagy 80 kiló. Tök, ez 190 centi vagy? Hát 88-90, igen. És mondom, tök jó vagyok. És
és kérdezi, hogy ez nem az én velem történt, de most az egyszerűség kedvéért saját magammal mesélem, mert egyébként a csajommal történt, és akkor mondja a nő, hogy és sportolsz valamit egyébként? Hát mostanában nem nagyon. Na hát látod, hogy milyen egészségtelen vagy. És tudod, tehát ő ugyanúgy, mint a törpék, ugye annyira, ugye a gyermeki ego, mindenki ebben van, csak van, aki felnőtt testben van. És akkor ugye, mint hogyha ők lennének a világ közepe, mint hogyha minden olyan lenne, mint ahogy ők látni szeretnék, vagy akarják, elkezdik mondani, hogy nem ők kövérek, hanem te vagy sovány. Nem ők kicsik, hanem a... Érted? Tehát, hogy aha, nem a törpék nem, csak kicsik, hanem mindenki el. Más baszta el, például a busztervező, meg tehát, hogy annyira, és ez az igazság, az emberek nagy többsége ebben a teljesen egyhegyű ilyen csőlátásban éli végig az egész életét, és egyébként ezért működik nagyon a bűnbakkeresés, meg ez az egész sztori, hogy én mennyire kurvára tévedhetetlen vagyok, viszont mindenki más tök hülye, nem mondom, hogy bennem nincsenek meg ezeket a patternek, félre ne értsetek, de hogy ezt magamon is észrevettem, hogy az első az, hogy azonnal ráhárítok valakire valamit, ami valójában az én érzelmem, az én problémám, elakadásom, nem tudom, és ez egy gyönyörű példa, ez annyira életszerű dolog, amit mondtál a törpékről, mármint a kisnövésűekről, most mindjárt jön, hogy miért törpézem le őket, hát, mert hogy ők valójában nem is törpék. Hát én ezt tudom, ezeket a dolgokat, tudom, hogy mi az, ami sértő, mi az, ami nem sértő, és én nem bántani akarok ezzel valakit, csak egyszerűen néha egy olyan beszélgetésben, ahol elengedem magam, egyszerűen úgy beszélek, mint hogy otthon, de nekem nem olyan célom megsérteni bárkit is, de hát basszus. A kicsi emberek azok kicsik. Azzal kell szembeni. A buta emberek buták. Én nem vagyok. Na, még ők azzal nem néznek szembe, igen. Én nagyon sokszor szembenéztem a butaságommal. Én nem vagyok. De nem vagy egy buta ember. Nem. De van olyan helyzet, amikor butának tűnök máshoz képest. És ja, akkor hát megélem, hogy buta vagyok. Tehát, hogy nem vagyok alapjáratai buta ember, nem mondom, hogy buta ember vagyok, mert hülyeség lenne, de például nem vagyok művelt, nem vagyok egy tanult ember, nekem 8 általánosom van. Igen? Igen. Ott a vége. Mert még próbálkoztam a gimiben. Visszatérünk erre még. Mondj tovább. Még próbálkoztam a gimiben, de az ott már a kutyáké volt, de hogy tehát, hogy bárki megélheti, még a legokosabb ember is egyébként, hogy lesz egy olyan valaki, vagy egy olyan helyzet, amihez képest ő megélheti a butaságát. Uh-huh. És ez valahol egy óriási kincs, mert hogyha nem lennénk ugye mind a két póluson, én például nem tudnék empatizálni azokkal az emberekkel, akik mondjuk valamiben deficitet szenvednek, hogyha nem szenvednék én is egy-két dologban, vagy nagyon sok dologban néha hiányt. És akkor így alakul ki az empátia. Így tudunk tényleg nem csak individuálisan a mennybe menni, hanem együtt is, ahogy egyébként együtt is létezünk ebben a világban. Ugye nagyon sok minden te sem tudnál a társad nélkül elvenni, én sem tudnék a menedzserem nélkül menni. Tehát, hogy azért mégis van egy olyan igazság is, hogy azért rá vagyunk szorulva kőkeményen a másikra. És meg kell, hogy értsük a másikat. Tehát és elsősorban persze magunkat, és aztán a másikat. Nekem még például ez volt egy nagy ilyen elfogadásom annak idején, hogy mindig azt hittem, hogy hát nekem én Rambó vagyok, hogy én egyedül is a világ ellen. De utána, amikor rájön az ember egyébként, hogy nem olyan rossz dolog segítséget kérni, meg nem olyan rossz dolog az, amikor például ez, amit most csinálunk, például Tibi nélkül nem menne. És ez nem egy rossz dolog, mert én annól, amikor ugye elkezdtem ezt egyedül, akkor direkt úgy akartam csinálni, tehát, hogy ez, ha csak én vagyok, akkor ez így is pörögjön, és ugye a minőségen láttad is, hogy ment, de nem mindegy, hogyan ment. Tehát utána ugye jó volt ezt így elfogadni. Meg ugye ez jóval később. Megengedtette magadnak egyébként annak idején, hogy ne legyél teljesen hibátlan? Mert most megengeded, az oké, ez tökre rendben van, így kéne. De nem lehet, hogy ezért volt egy nagy leállásod neked így egy kicsit így magaddal szemben, mert mondtad, hogy buta vagy, meg nem tudom is, hogy ugye így gondolkoztál annó, de azért itt a gimi szóba került, és azért ilyen teljesen kicsit nem butázzuk le, de mondjuk maradjunk annyiban, hogy nem túl sokat gondolkodó, rajongó címén, ugye ha azt mondod, hogy hát a gimi Fehér Balázs, menő csávó, mert mindig menő csávó volt valószínűleg, mert kurva jól nézett ki, miért nem élvezte a gimit mondjuk? Én élveztem a gimit, mondjuk akkoriban pattanásos voltam, és nagyon csöves ruhákba jártam, mert nem volt túl sok pénzünk, éppen akkor mentünk Gajra egyenlegileg családilag, anyagilag, és fogszabályozom is volt, elég egy ilyen, nem voltam abban a sztoriban, így is valamiért, nem tudom mi miatt, így is olyan lelkesedéssel meg magabiztossággal csajoztam, mint hogyha nem ez lett volna,
és akkor ebből mindenféle... Win-win. Ugyanezt csináltam. Tehát, ja, jó, oké, akkor ennyi. Atya világ, tehát visszanézek ilyen fotókat, és így az első gondoltam, hogy hogy az Istenbe kaptam én pinát. Tehát hogy nem igen, tudtam, ilyen... tehát hogy konkrétan, ha oda mentem egy csajhoz a diszkóba, akkor örült neki, hogy oda mentem, és én meg azt hittem, tehát hogyha hozzám jött volna egy ilyen kaliberű csávó, mint én vagyok, akkor azt hittem, hogy le akarsz szúrni, vagy minimum pénzt kérted. Hát szerintem nem tudom, én nem ezt éltem meg, én azt éltem meg, hogy általában elszámítottam magam, és nem sikerült a tervem, tehát nagyon sokan visszautasítottak, meg minden, én nem azon gondolkoztam, hogy én hogyan szedtem föl csajokat, hanem azon gondolkoztam, hogy miért vagyok ilyen rohadtul sikertelen, de persze tudtam a választ azért, mert nem néztem ki se jól, se szexin, a bőröm az nagyon csúnya volt, ilyen pattanásos, meg innen. És aztán én ilyen 16-7 éves koromban kezdtem el igazán így kikupálódni, akkor is kezdtem el modellkedni, és akkor is kezdtem odafigyelni jobban a szépségemre, meg múlt el ez a gyerekkori óriás. Történt ekkor valami, ami esetleg így pozitív irányba nyomott téged, vagy csak így jött magától, és attól lett egy kicsit ilyen pozitív a dolog, hogy gondolok itt arra, hogy biztos... hogyha lelkileg ugye jobban érzed magad, akkor lehet, hogy ez kívülre is látszik. Volt valami? Volt, igen, szerintem pont a modellkedésre elmentem anyámmal véletlenül egy helyre, ahol felfedeztek, és akkor ott elkezdtem saját pénzt keresni, kicsit anyagra függetlenül tudtam a családomtól, elég jó pénzt kerestem egy idő után, és akkor elkezdtem érezni ezt a szabadságot, amit a pénzt adott akkor, meg elkezdtek máshogy nézni rám az emberek nyilván. Tehát pénzt kerestem, fiatal voltam, jóképű voltam, egy csomó jó csaj volt körülöttem, egy csomó olyan barátom lett, aki normális, kedves ember, és jól néz ki, és mehettünk akkor bulizni együtt, és akkor már más aspektusba került ez a csajozásba minden. Uh-huh. Persze akkor szerintem ez volt az, ami így igazából így kinyitott engem. És az tök jó kérdés volt a fejemben egy pillanattal ezelőtt. Ja igen, és így mondtad, hogy ugye kicsit leépült ugye az anyagi helyzet, meg stb. És miután ugye elindultál, nem volt körülötted egy ilyen kicsit veszélyes, de ilyen műlét, hogy Balázs a modell, a jóképű, aki mindig csajokkal veszi körül, nem alakult ki egy ilyen, mert mondtad, hogy tök jó emberek vettek körül. Tehát akkor neked nem volt ez a negatív rész, hogy valaki csak azért akar a közeledben lenni, mert te vagy te is. Inkább később jött. Igen? Már így a zenével? Igen. De biztos akkor is voltak ilyen emberek, de ugye én is arra voltam berendezkedve, hogy én erre voltam a legbüszkébb. Én ezt adtam. Nekem ezek voltak az attribútumaim. Nem igazán ismertem magamat, tehát nekem csak a pozícióim voltak, meg mindent. Tehát én ezt azért, miután ugye végigmentem azzal, hogy mindenki ott hagyott, amikor már nem voltam akkor a... Akkor azért magamban néztem, és az rájöttem arra, hogy elsősorban én is kerestem ezeknek az embereknek a társaságát is egy ilyen relevációban. Tehát én sem akartam megmutatni magamat, meg én sem voltam rájuk kíváncsi. Tehát azért ez egy két emberes sztori, és nyilván miután rájuk akartam verni az összes szart, azután rájöttem, hogy ez az én hibám is volt, úgymond, és akkor azért vezekeltem, meg is bocsájtottam magamnak később. Uh-huh. De nem ismertem más, csak a felszínes létet. És szerintem ők sem. De a frankó dolog az, hogy én már ismerek egy másik dimenziót is. Ez a fantasztikus. Az, hogy ők hol tartanak, hogy milyen igényeik vannak, az már az ő sztoriuk abszolút. Másik dimenzió alatt azt érted, amilyen kicsit másabb ember voltál, amikor megtörtént így a baj, tehát ugye amikor volt egy ilyen kis összeomlásod, tehát az a másik dimenzió, vagy pedig így... Hát a teljes felszínesség. Uh-huh. Tehát az, hogy én úgy találkoztam emberekkel, hogy ki milyen pozícióban van, ő ezzel a pozícióval, meg ezekkel a képességekkel mit adhat hozzá azokhoz a célokhoz, amiket én el szeretnék érni, uh-huh. És ez egy tök egyszerű matek példa volt az én fejemben. Nem voltam erre tudatos, tehát ezt nem úgy képzeltem, mint egy pszichopatát, aki néz, és akkor jó van, berakta. Mm. Nem, ez természetesen működött, mert ezt tanultam, erre láttam rá, így működik egy társadalom, de én, ez kezdett üres lenni, és tök érdekes volt, mert bementem az RTL-be a betegségem minden után, először, amikor ültem ott egy műsor kapcsán, és három ember ült előttem, egy asszisztens, egy középvezető és egy góri. Mm. És azt néztem, így persze magamban, nem mondtam el ezt el nekik, hogy nem látok különbséget a három ember között. És ez egy akkora flash volt, hogy azt éreztem, hogy aztán megérkeztem, hogy ez a sok évnyi bölcsesség, amit próbálta a Jóisten így belém plántálni, ez így most így itt van, így ebben a pillanatban is, és annyira boldog voltam, mert azt éreztem, hogy ez így nem jó az embereket
Ez nem azt jelenti, hogy megint, hogy egy asszisztenssel el fog kezdeni óriásiakat kávézni, és egy főnököt meg leszarok, hanem az, hogy csak megvan ez az érzés, hogy ugye ezek emberek, tehát basszus. Tehát hiába, és ugye nyilván, hogyha mondjuk engem csak a pozíciód érdekel, és mondjuk kimegyünk innen az interjú után, és te elesel, és széttöröd a bokádat, akkor én azt mondom, hogy hát nekem már ez nem érdekel, mert megvolt az, amiért ide jöttem, hát ki nem szarja le a Billy Balázst, érdekel. De hát dögöljön meg, repedjen szarába, oké? De ugye mivel magammal is máshogy bánok, tehát az emberség az első. Aha. És egyébként az, hogyha mondjuk mi tudunk tök jót beszélgetni, meg van egy podcast, meg minden, meg tudunk együtt dolgozni, vagy bármi, az egy másodlagos dolog, az egy plusz öröm. Uh-huh. De nem az van, hogy az a alfája és omegája az egész létezésemnek, hogy hogyan érem el a céljaimat, és ez kikre van szüksége, meg mire. Az egy dolog, ami történik egyébként. De hogyha az ember szíve tiszta, és az emberség nála az első, akkor egyébként amúgy is működnek a dolgok. Hát ki ne akarna egy ilyen emberrel együtt dolgozni? Basszus. Uh-huh. Hát nem a patkányokkal akarunk együtt dolgozni, hanem a normális emberekkel, akik nyitottak, kedvesek, segítőkészek, nem hagynak ott a szarba, érted, hogyha történik valami esetleg. Kb. Ez. Értelem. Annól, amikor rád írtam egyébként, mert én így végigkövettelek, tehát hogy nyilván a Carbon Fools-nál kezdtem el ugye figyelni nagyon, meg utána egy picit, és utána ugye az, hogy egy kicsit így eltűntél, nekem fel se tűnt, mert utána indult az én életem így be egy kicsit jobban, hát mi van, 22, hogy a 10 éve említettük, hogy kijött az a dal. Tehát, hogy nagyjából egyébként akkor költöztem én Pestre vidékről, meg akkor kezdett kialakulni egy ilyen rendes baráti köröm, ismertségi köröm, mert addig kicsit ilyen elhasználható ember. Tehát, hogy úgy tekintettem az emberekre, hogy kicsit ilyen használati tárgyak, ilyen csúnyán mondva. Van egy ilyen nagy kör barátom, aki gyerekkorom óta megvan, és akikkel mindig jó viszonyt ápoltam, viszont sokszor volt kicsit ilyen kihasználó. Oké, te adsz nekem ezt, rendben, és hogyha megharagszol rám, akkor leszarom, haragudjál, és akkor megyünk tovább, és akkor soha többet nem találkozunk. Kicsit így kezeltem egyébként az embereket én is. Amit, hát nem azt mondom, hogy most már bánok, mert megyünk tovább, tehát hogy nem ugyanúgy megyünk előre, tehát nem akadtunk meg azért, mert egy-két ember kiesett, de kicsit olyan, hát visszamennék elnézést kérni egy pár embertől. És akkor utána volt neked ez a nagyobb szünet, amikor én nekem meg 6 felé volt a fejem, fellépés, meg stb. Meg akkor ismertem meg a feleségemet, meg stb. Nem haragszom. Velük foglalkoztam helyette. Okay. És hogy utána, amikor írtam neked, mert ugye elkezdett így görögni az agyam, és akkor pont így húzgáltam ugye a telefont, és szembe jött a Down című szám mindig, mert az... Hát ilyen, vannak ilyen listáim, ilyen chill lista, és az első 5 számban mindig benne van, amit így beteszek, mert zseniális. Nagy fangirling van egyébként. És nem, kurva jó, mert hogy nem tűnik magyarnak. És hát ez egy jó dolog. És egyébként így bocsánat attól a magyar X nem tudom hány zenésztől, aki hallgatja ezt, de nekem ez bók, hogy nem tűnik magyarnak, mert sajnos elég egy kaptafa van, meg elég ilyen egyfelé húzunk, és ez meg pont nem. És utána kezdtem el utánad nézni, én nem szoktam egyébként annyira elmerülni senkiben, aki ide jön beszélgetni, direkt azért, hogy mert engem érdekel, amit mondani valód van. Tök jó, hogy ilyen friss. És nem szoktam így megnézni. Azért szoktam utána nézni egy kicsit, mert neked is van egy ilyen Járai Máté szindrómát, hogy... nem tudom, ismered-e a Mátét, vagy hogy hallottad a kérdést, és hogy tőle is mindig ugyanazt kérdezik minden interjúban, azért nem akartam tudni annyira így érinteni, csak így amennyire kötelező, hogy lehet, hogy picit unalmas mindig arról beszélni, hogy mi történt ebben a pici időben. Járai Máté egy nagyon menő csávó, most én meg egy egyáltalán nem menő valaki, egy 7 éve, mint egy medve úgy élek. Nem csak, hogy ugye, őt mindig a nyitott házasságáról kérdezik, tehát igen. Bárhova megy, az az első, és mindig a cikkben mindig benne van, meg stb. Uh-huh. És akkor megnéztem egy ilyen 3-4 interjúnak az első 5 percét veled, uh-huh. És ugyanarról szólt az összes, tudod, így mindegy. Én inkább a zenébe akarok így elmerülni. De nekem nincs egy prioritásaim, tehát bármit kérdezhetsz. Tudom, mert ahogy visszaírtál, abból lejött egyébként, hogy ez nem lesz egy nehéz beszélgetés, csak hogy nem vártam egyáltalán, erre akartam kiukadni, nem vártam, hogy visszaírsz, mert ugye én nem tudtam, hogy mi történik veled pontosan, és azt hittem, hogy oké, Carbon Fossil, jó, ez ennyi volt, ez ennyit bírt, és akkor oké, és te mész a most egy kicsit így magadban, és akkor csinálod a dolgaidat, és akkor utána kezdett el feltűnni, hogy viszont nem, mert láttam, hogy nem frissült ugye a
zene, csak egy-kettővel, és akkor utána kezdtem így belenézni. És ahogy visszaírtál nekem, az volt a legmeglepőbb egyébként, mert rohadtul nem vártam, de hogy annál már jött ez a természetességed. Viszont térjünk még arra ki, hogy rohadt jó a dal, a Down. Köszi. Viszont a meglepő az volt, hogy mondtad, hogy ugye a Gimme az, az így ennyit tudott, és így off. Honnan tudsz ilyen jól angolul? Ja, hát az élet úgy alakította, hál' Istennek, hogy belekerültem egy olyan helyzetbe 19 uh-huh. éves korom körül, hogy kikerültem külföldre a modellkedés miatt, uh-huh. és nagyon jó ötlet, kikerültem a modellkedés miatt külföldre, és ott annyit tudtam, hogy yes, no, és akkor ott volt egy ausztrál haverom, a Dominik, aki elkezdett tanítani engem, meg berakott mindenféle dalokat a Gurútól, meg a Gangstártól, ezek amerikai rapperek, nem tudom, ismered őket. Hát szégyen, én tök sok rappet hallgatok, és nem. Figyelj, Guru meg Jazz Mathez, az egy ilyen faszi, aki ilyen jazz zenészekkel dolgozott együtt, szerintem fantasztikus ilyen old school rap, a Gangstár pedig, majd nézve, mert szerintem nagyon csík. Végén emlékeztes, majd is felírom. Jó. És akkor ott kezdtem el megtanulni angolul, és aztán utána meg ugye tovább mentem külföldön modellkedni, és folyamatosan angol anyanyelvű emberekkel voltam. Ez volt az én rohadt nagy mázim, mert egyébként könyvből sosem tanultam meg volna semmilyen nyelven. Úgyhogy ez így alakult magától. Így tanultam meg angolul. Mit hallgatsz egyébként, hogyha éppen unatkozol mondjuk, és úgy egyvel, hogy akkor most ezt befejezsz, és mondjuk beteszel valamit? Nem nagyon hallgatok zenét. Nem hallgatsz zenét? Sajátomat, imádom a saját számaimat. Komolyan? Aha, igen. Képzeld el, hogy most először van olyan, hogy ez nem tudom hány ezerszer hallgattam még azt, amit most csináltam, és egyszer nem tudom megunni, még ilyet életemben nem láttam, és a Dóri is ezt mondja, akivel ugye együtt forgattunk, a rendezőcsaj, és megnézte 85-ször, 85 000-szer, és mondja, hogy egyszer nem tudja megunni a dalt. Egyszer nem tudja megunni a dalt. És belemászik a szívébe, a fülébe, a bőre alá, és kész. És tényleg, tehát annyira én soha nem alkottam még életemben így, hogy egy másodpercen nincs ennek a lemeznek, ami ne teljes intuitíve született volna meg. Tehát semmit nem erőlködtünk, egy dekagramot sem. Előtte se hallgattál egyébként így nagyon zenét, vagy most ez ilyen volt, hogy nehogy valahonnan át emelj valamit, anélkül, hogy tudnál róla? Nem, hogyha átemelek, akkor az direkt. És az aha. egy ilyen régi, tehát mint a Carbonnál is volt a Hideaway-be, ez a Somewhere Over the Rainbow rész, ugye az a Dorottis cucc, akkor direkt van átemelés. Egyébként meg, hogyha van valami, ami emlékeztet a 80-as, 90-es évekre, és amit én imádok zeneileg, akkor belerakjuk. És van olyan, amikor én mondom, hogy fia, rakjuk bele csontra ezt. Én általában egy elég ilyen upfront, ilyen egyenes ember vagyok, tehát nem kezdek el most, hogy hogyan tudnánk ezt annyira berejteni ebbe a sztoriba, nem. Mm-hmm. Tehát vagy tök direktbe beletolom, és akkor pont annyit, amennyit enged a plágium törvény, vagy nem is tudom, hogy most volt-e ilyen, ami így nem, ilyen hangszínek vannak, amik például emlékeztetnek a mit tudom én, egy olyan szám, hogy this is the rhythm of my life, my life, és akkor van egy ilyen tudod milyen az a szintű, és akkor mondjuk jön egy ilyen hangszín, és akkor nagyon rá akarunk menni, mert ide eszméletlen ilyen vibe-ot akarunk hozni, akkor ezt nyomjuk. De van olyan rész, most holnap megyek pont a stúdióba, ahol ilyen amerikai, tudod, ezek a ja, ezek az ilyen menetelős ilyen... Igen. Akkor egy olyan részt kitalálunk, és akkor a másik meg az meg ilyen veret. Te össze-vissza mászkálunk, amerre akarunk, és ez fantasztikus ebbe az új lemezbe. Mennyire szól valamiről az új lemez? Vagy csak csinálod, hogy ez a 16. hülye kérdés, hogy tudod, amikor hallgatsz egy számot, és nem feltétlenül figyeled a szövegét, és mondjuk egy angol szövegnél, hogy ez könnyű néha, akkor lehet, hogy ilyen rohadt lírainak, meg nagyon drámainak tűnik az egész, viszont lehet, hogy rohadtul nem szól semmiről. Mennyire szól az album valamiről? Kíváncsi, hogy mennyire fontos nekem az, hogy miről szól az album. Nagyon fontos is, és gyártunk olyan tartalmakat, amiket úgy neveztünk el, hogy a dal eszenciája, ami és a gondolatok a dalról is, ami két különböző formátum. Az egyik az egy ilyen monológ, gyakorlatilag egy egybekezdéses monológ, ami a dal eszenciáját, tartalmának a velejét fogalmazza újra. És a gondolatok a dalról, az pedig egy spontán beszélgetés ugyanebből a témából. Na most ilyeneket most nem csinálunk, mert ez eddig volt jellemző. Most viszont
van egy leírás, aztán én folyamatosan ugye értelmezem a saját szövegeimet, folyamatosan vannak olyan posztjaim is, amikben a gondolataimat mondom el az életről, a felébredésről, mert ugye nekem az hozta a dimenzió közti ugrást, hogy megértettem, hogy mi az a felébredés. Uh-huh. Tehát én azért sétáltam ki a saját életemből, hogy végre megértsem, hogy mi az, amikor arról beszél valaki, egy ego. Mi az, amikor arról beszél valaki, hogy felébredünk. Én nem spirituális maszlagokat akartam hallgatni, mert abból van elég, hanem én tényleg a valóságet akartam ennek érteni. Mi az, amikor azt mondja valaki, hogy dobd el kincseidet, a gazdagság legyél te magad. Mi ez a mondat? Ezt az egy mondatot éveken keresztül, ezen gondol. Ez mi? Annyira jó. És mi ez a mondat? Ez a mondat, ez csupán azt jelenti, hogy a személyiséged és a te attribútumaid, a kincseid, tehát hogy te vagy Biri Balázs, te vagy az, akinek jó humora van, akinek jó a beszélőké, képes vagy embereket meghívni, beszélgetni velük, érdekes beszélgetéseket kreálni, egy apa vagy, akire lehet számítani, vagy egy ilyen dolgokat gyűjtesz, vagy, ugye ezekkel azonosulunk, ezek vagyunk mi. De ezek nem mi vagyunk, hanem ezek a pozícióink, meg ezek az attribútumaink, a tehetségünk, a képességeink. És ezekkel azonosulunk. Tehát nyilván azért lehet egy autó státusz szimbólum, mert valamilyen szinten azonosítjuk magunkat vele. Mi azok vagyunk. Lásd, mekkora autó van. Én is mekkora gigantikus nagy valami vagyok, ami csak úgy suhan. És akkor... Tehát hogy ezt azért érezzük, hogy ennek van egy realitása. Társadalmi elvárások alakítják a mi személyiségünket, és a személyiségünkkel integrálódunk egy társadalomba, és ez a személyiség adja meg neked azt a biztonságot, hogy te igazából egy értelmezhető, egy látható valami vagy ebben a rendszerben. Uh-huh. És ezek a te kincseid. Na most, ha ezek mögött te feltárod, felfedezed azt, hogy te ki vagy valójában, és innentől már a lélek ismerete. Tehát a lélek ugye ez nem egy objektív dolog, ezek mind objektív dolgok, az elméddel felfogható élet, úgymond, a matéria, a tárgyak, az érzések, minden. És emögött van a lényed gyökere, ami vagy végül is te, ami felvette ezt a személyiséget, adoptálta ezt a nevet. Mi az, ami felvette ezt a nevet? Ott volt valami előtte, ami ezt beemelte, és azonosult vele. Mi az, ami ezt a testet megtanulta, itt vannak a gyerekeid, látod, hogy mit csinálnak, tanulják a testüket, tudod? Kialakul a testtudatuk. Hát mi az a valami, ami most a gyerekeid, tehát mik a te gyerekeid most? Hát még nincsen konstrukció, még nincsen a nevüket most pakolják föl, most jön, hogy az egyik ilyenebb, a másik olyanabb, mint az apa, a harmadik kicsit olyan, mint az anya, tehát kezdik az attribútumokat felpakolni. De ott van a lényüknek egy gyökere, a lélek, ami átnéz ezeken a szemeken keresztül, ami minden emberben ugyanaz, egy lélek, a végtelen. Ugye, ha valami nem objektív, az határtalan, nincsen határa, azért nem. És ugye mindenki ez, és ezt nem tudjuk. Azt hiszük, amikor ellopják az autónkat, hogy minket loptak el. Jézus, Abilás! Közben nem, hát az autódat lopta. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy ezt a tudást mindenki mélyítse, és ezért, de én azt ajánlanám nyilván, de hát ez nem fog megtörténni, de hogy ha megkérdezem valakitől, hogy te lészes, mondd már, hogy te ki vagy, erre az emberek nagy többsége nem tud válaszolni, mert mindenki csak aként ismeri magát, mint amiként szeretné magát látni. Egy pozíció, ezeket már felsoroltam. És ismernünk kell az egészségünket ahhoz, hát ez olyan, mint hogyha elmennél egy kábrióval egy offroad versenyre, és utána a szervezőkkel kurva anyáznál, mert széttört a kocsid. Hát rosszul nem tudtad, nem hogy... Nem jót választottál. Igen, nem ismerted a körülményeket, nem ismerted magadat, most a kocsi az most ebben az esetben fogtad, kocsi vagy te. Tehát nem az élet a hibás, hogy te folyamatosan belelépsz ugyanabba a szarba, gödörbe, és össze-vissza töröd magad, hanem nincs elég ismereted önmagadról, ezért félsz magadtól. A félelem az mindig abból táplálkozik, hogy nem ismered azt a dolgot, ami kapcsán a félelem kialakul. Ha nem ismered magadat, mindig félni fogsz, hogy valamit elbaszol, valamit jól csinál. Hogyha megismered magadat, és tudod, hogy melyik hang a fejedbe hazudik, és melyik mond igazat, akkor sokkal nyugodtabb, békés életed leszel. Tudod, hogyha ide fordulsz, akkor megkapod a mennyek országát, ha ide fordulsz, akkor megkapod a puncit, a pénzt, mindent megkapsz, amit akarsz, de soha büdös életben nem leszel boldog. Na most szerintem én ezt
elég nagy magabiztossággal állíthatom. Tehát ha van valaki, ha akkor... Ha valaki látta, akkor azt te vagy igen. Igen, igen. Szóval nekem ez volt így a végleges konklúzióm, és a felébredés az az, hogy felébredsz arra, hogy mi az igazság. Az igazságra ébredsz fel. Az igazság pedig az többek között, hogy az egyetlen valós dimenzió, amiben létezel, az a jelen. Itt vagy, itt vagyunk. Nincs múlt, meg jövő. Koncepcióként létezik az idő, de ez csak koncepció. Amit használunk ebben a létben, és tök hasznos, meg mi is így értünk ide. Ez tök jó. A jelenben fogok jönni podcastelni hozzád, de hogy mikor 5-kor, 4-kor, de a jelenben. Amikor nem. itt leszek. Tehát hogy igen, hasznosnak hasznos, de értem, hogy mire gondolsz. Most én még valami kicsit mélyebben megyek vele, nem számítottam erre. Tehát amikor itt vagyunk, jelen vagyunk, akkor neked ezt a képet, azt mindig be kell hoznod, be kell bútolnod, és ebből a képből reagálsz. Ez egy dolgot jelent, hogy nem engeded meg magadnak azt az intuitív frissességet, hogy te egyébként te szerintem megengedgeted azért ezt magadnak, tehát mivel nem készültél előre, nem gondoltad át, hogy hát végül is Piri Balázsként azért ezt, meg ezt azért meg kéne kérdeznem, mert végül is én vagyok ez a podcaster, meg ez, tehát hogy az intuíció az inkább egy ilyen friss jelenlétből fakadó, egy ilyen vagány, egy ilyen spontán valami, ami megvéd attól, hogy ne egy ilyen szardínia szagú 70 éves ember legyen. Ja, Józsi bácsi már megint ezt fogja mondani. És akkor Józsi bácsi, hányszor mondjam neked, hogy az élet a szar? Tehát, hogy ez a vége az egónak. Amikor már annyira beágyazódott a saját szarába, hogy teljesen beszűkült, törpék, ugyanez, teljesen beszűkült. Csak a saját kis alagútja van, és az élet az ugye 360 fokos, végtelen, végtelen. A létezés az végtelen. És ebből a végtelenből te csak egy kis saját személyes kis pötti kis perspektívát látsz, ami nem az igazság, az csak az általad kreált valóság, ami szerint te szeretnéd látni az életet, saját magadat az életben, a céljaidat, hogy elérjél odáig, és te elhalasztod szinte az egészet. Végig álmodod az egész életedet. Pedig ez csak a te projekciód, és ha megvizsgálod ezt a koncepciót, ezt a személyiséget. Én megvizsgáltam a sajátomat. Nagyon sokszor ez a koncepció, ez arra épül, hogy elkerüld azokat a traumákat, amiket gyerekkorodban megéltél. Tehát, hogy ne kerülj soha olyan helyzetbe, hogy még egyszer megalázkodjál többen, vagy még egyszer elveszíts valakit, és akkor kitalálod, hogy sztár leszel. Mert nem akarsz többet átélni olyan helyzetet, hogy te megszégyenülj, hogy te magányos legyél, hogy téged elhagyjanak, hogy téged ne szeressenek. És tudattalanul az a félelem hajt, és rakja össze ezt a konstrukciót, amivel igazából csak szembe kéne nézned. És nem kéne felpakolnod magadra egy csomó eszközt ahhoz, hogy megvéd magad valamitől, amihez odamész, bazd meg, megfogod a kezét, így a szemébe nézel, és szabad vagy. Uh-huh. És menekülsz, bazd meg, a saját szabadságodra egy egész életen keresztül egy jelmezben. Hát ez a világvicce, ez a maszkabál, ami itt van. Persze most neked mondom, mert beszélgettünk erről odaként, igen, ugye a röpke kis szünetben, igen. Kicsit egyébként lefordítom az én saját gyereknyelvemre, mert én egy nagyra nő gyerek vagyok. Ki gondolná a díszletből, hogy de hogy Harry Potter megvan? Nem, de biztos van közös mesdje. Én gyűrűk urás vagyok inkább. Jó, első részben, első könyvben, első filmben, mind a kettőben benne van. Van egy jelenet, amikor ugye az alapsztori megvan? Nem. Mindegy, van egy árva kisfiú, hiányoznak neki nyilván a szülei, kiderül róla, hogy varázslók voltak a szülei, és akkor elviszik őt a varázsló képzőbe, ahol ugye varázslót próbálnak nevelni belőle, nyilván ő a főhős, és blablabla. De a röpke lényeg csak annyi, hogy kóborodott az iskolába, és ugye az igazgató, a nagy bölcs varázsló, ugye rátalál egy helyen, és ő ül egy tükör előtt, és ez a tükör arra jó, hogyha belenézel, akkor azt látod, ami szeretnél lenni. Vagy, tehát hogyha mondjuk te most, nem tudom, visszarepülnénk az időbe, és akkor néznél bele mondjuk egy 20 évvel ezelőtt, akkor ugye sztárként, meg énekesként, meg frontemberként látnád magad, mert akkor tegyük fel, mondjuk azt szerettél volna lenni. És ugye el van zárva ez a tükör nagyon messze, tehát egy ilyen titkos szobában, mert ugye nagyon veszélyes, és amikor ugye nem egy idős voltam a karakterekkel, de ilyen tizenvalahány éves voltam, amikor láttam, és én nem értettem nagyon, hogy miért zárják el, és elhangzik a könyvben egy mondat, hogy pontosan kéne idézni, mert a feleségem fejbe fog rúgni emiatt, csak idézni csak pontosan lehet, meg... Hát nem, idézni bárhogy lehet. hogy
hogy veszélyes úton jár az, aki álmokból épít várat, de közben elfelejt élni. És ugye ezt mondja arra, hogy aki nagyon sokáig nézi ezt a tükröt, ugye egy idő után a függője lesz annak, amit lát benne, hogy ugye te elképzelsz egy szerepet magadnak, és ugye megpróbálsz annak megfelelni, de lehet, hogy ez nem is az. Tehát ez lehet, hogy hogyha, nem tudom, hogy te most nagyon, nem tudom, a leghíresebb festő akarsz lenni, viszont úgy festesz, hogy pálcik embernél megállt a tudományod, akkor valószínűleg soha nem lesz belőled a leghíresebb festő, és akkor lehet, hogy ezzel tönkreteszed az egész életedet, mert amit mondtál, ugye, hogy hajszolsz egy képet, amit utána sosem érsz el. Vagy ha elérsz. Tehát valami ilyenre gondoltál egyébként? Igen, ennek van abszolút közös halmaza azzal, amiről én beszélek, viszont ha eléred, ugye akkor is jön az aspektus a történetnek, hogy jön valaki, aki nálad is sikeresebb lesz. Tehát eljön az a pont, amikor elveszted ezt a pozíciót. Mindenképpen. De mindig van, nem? Mindig, persze. Tehát, hogy egy olyan dolgot próbálunk állandónak hazudni, mert ugye ezt azért akarjuk elérni, mert utána fújni akarunk egy nagyot, és azt akarjuk mondani, hogy jó van, megvan, akkor megvagyunk. És békét akarunk kötni. Jó, de hát ez egy... Tehát, hogy... Már pusztán a földrajzi elhelyezkedésünk is megakadályozza, hogy ne legyen nálunk sikeresebb, nem? Mert most, hogyha nagyon kevés ember van, aki ilyen nemzetközileg lett híres ugye Magyarországra, de most, hogyha mit tudom, én valószínűleg nem leszek soha olyan híres, mint mondjuk a George Carlin volt, aki már meghalt, de ugye a legjobb humoristának tartják, mert hogy magyarul lépek fel, és a világnak a 90%-a nem ért magyarul. Ezt nem várom el nyilván, mert ez egy elég irreális dolog, nem? Igen, de ez egy séma. Tehát teljesen mindegy. Nyilván a dimenziók mások, és nyilván ő... mondjuk nehezebben tud, tehát Michael Jackson nehezebben tud elmenni, vacsorázni, most bocs, egy halott emberről beszél, de csak a gigantikusságát akarom érzékeltetni. Michael Jackson mindenhol megismerték ezen a földön, minden szegletében. Az érzés, amit ő átél, akkor, amikor felismerik, és egy istenként néznek rá, az ugyanaz, mint mikor én a ceglédi kiskocsmába ülök valahol, és oda jön hozzám egy csaj, és mondja, hogy ugyanazt éljük meg. Tehát teljesen ugyanazt éljük meg. Az, hogy ki mekkorában éli ezt meg, hát én azt vettem észre, hogy ugye tehát máshol van a tűrőképességünk, a határaink, minden ember ugye más van, akinek több kell valamiben, van akinek kevesebb, ez már csak ezen múlik. Michael Jacksonnak szerintem a világ összes hírneve nem volt elég arra, hogy ő rájöjjön, hogy valami nem stimmel, szerintem az ő életében több helyen is. Nekem elég volt, és most ez nem a saját jelentőség teljességemet akarom bizonyítani, hogy én meg... Nem, értem, hogy mire célzol. Igen, én sem jöttem rá magamtól, én egy betegségtől jöttem rá, meg egyre rothadó lelkiállapotomból, hogy valami nagyon nem stimmel, és valamit nagyon, nagyon súlyosan félreértettem, vagy nagyon sokat hazudtam magamnak. Mondtad, mert szó volt ugye a boldogságról, nem olyan régen állapodtam meg ezzel így magamba. Mit értesz ez alatt? Előre elnézést. Hogy... Na, miért? Lehet, hogy ott fogom mondani, amit újra el fogod kezdeni ezt az egész dolgot. Elmondom akkor előre. Jó. És akkor érted, hogy mire gondolok. Gyerekkorom óta borzalmasan ilyen depresszívség, tehát mindennek csak a rossz végét, meg a problémát láttam. De pessimista vagy a depresszív, két különböző dolog? Mind a kettő egyszerre. Aha. Úgy láttam meg a rossz dolgoknak, valamint a dolgoknak a rossz oldalát, hogy ez biztos az én hibám. Meg az miattam van, meg hogy nem érdemlek jobbat, meg stb. És aztán icipici ilyen impulzusok jöttek, állok a színpadon, tapsolnak, tetszett, tök jó. Valaki megnézi ezt, mondja utána, tetszett, tök jó. Jól sikerül egy interjú, tetszett, tök jó, megyünk tovább. És én akkor jöttem rá, hogy mikor az emberek mondják, hogy boldog akarok lenni, meg hogy csak azt számít, hogy boldog lehessen, meg a gyerekem boldog lehessen, meg stb. Valószínűleg a gyereked nem lesz boldog, valószínűleg te se leszel boldog, valószínűleg senki nem boldog, mindenki csak pillanatokra boldog. Tehát ez, én így kezelem most ezt, hogy ez nagyon hülye hasonlat lesz. Iszol alkoholt? Szoktál inni? Nem szoktál. De annó itt, tudod, milyen, mikor mit tudom, hogy mész színpadra előtte, ledobsz egy feles, és akkor tudod, ez a kis bebizsergés, tudod, és akkor mész is hajrá. Én ahhoz szoktam hasonlítani magamnak, mert ugye, hogyha negyediket, ötödiket, hatodikat megiszol, akkor az nem úgy, tehát lehet, hogy jobban érzed magad, vagy jól érzed magad tőle, mert elengeded magad. Például nekem egyébként full ilyen eszközöm, tehát én doppingnak tartom, én sokkal jobb vagyok színpadon, hogyha előtte iszom, mint hogyha nem. De mikor
az elsőt megiszod, az azért mindig olyan, hogy vah, kirázott, és akkor oké, ilyen világmegváltó szérum került beléd, és akkor hagyd menjünk 1000 emberrel szembe. Viszont az a harmadik, negyedik, ötödik, az már csak ilyen szinten tartás, és vagy átlök a ló másik oldalára, és én így vagyok a boldogsággal is, hogyha történik valami jó, például, hogyha te elmész innen, és úgy fogom gondolni a végén, hogy ez jól sikerült, akkor én a nap hátra levő részében emiatt leszek boldog. Viszont holnap kezdjük előről. Tehát, hogy én úgy tekintek erre rá, hogy mindig kell találnod ilyen apró kis dolgokat, amiket, hát oké, elértem, boldog vagyok most emiatt, de nincs olyan, hogy valaki mindig boldog, mert azt úgy hívják, hogy hülye. Vagy bolond, nem? Tehát, hogy aki folyton nem, azt úgy hívják, jól érzi hogy, magát a... Azt úgy hívják, hogy nem hívják sehogy, mert ilyen aztán... nincs. Tehát ilyen nincs. Vannak ilyen emberek. Nincs, ilyen, nincs ember. Ilyen ember. Az Isten teremtette az embert, nem az ember az embert, és Isten olyannak teremtette az embert, hogy a boldogság az ember lényében jövő menő. Ugyanúgy szomorúság is. Ami megjelent, ami megszületett, az meg is hal. Ez így lett teremtve. Hazudhat neked bárki bármit. Uh-huh. Hazudhat neked bárki bármit. Ez egy univerzális dolog. Ez olyan, mint ha valaki elkezdeni neked magyarázni, hogy az ott fönt az a fű, és az zöld, és ez meg itt len, ami régen fű volt, az most az ég. Ez hülyeség. Nincs mindenki. Tehát nincs olyan ember, aki folyton volt. Olyan van. De ez egy nagyon magas szint, hogy egy ember a saját boldogság, tehát hogy mondjam, ha egy ember megérte, hogy ő valójában ki, akkor rájön, hogy az ő természete az a béke, a boldogság és a szeretet. De ez nem egy koncepcionális boldogság. Ez nem egy olyan boldogság, mint ahogy te mondod a boldogságot, hogy te koncepcióhoz kötöd a boldogságot. Ha ez megvan, boldog vagy. Ez a koncepcionális boldogság. A koncepciótlanság, ugye, az azt jelenti, hogy nincsenek feltételei. Tehát van. Tehát bárminek... Ez is egy 22-es csapda, igen. Hogy... Nem, ezt elég érthetően remélem, hogy el tudom mondani. Arra gondoltam, hogyha valaminek nincs, tehát hogy ki elhatározott, hogy nincsen koncepciója a boldogságnak, akkor az egy koncepciója így is, úgy is lesz. Nem, mert nem? A koncepciótlanság az azt fogja neked azonnal előidézni, hogyha nincs koncepciója, akkor annak muszáj egy természeténél fogva állandó és te szemértő függetlenül léteznie és lennie, mert nem tarthatod te fent, vagy nem veszítheted te el. A te akcióitól teljesen függetlenül van. Uh-huh. És ez egy valami, és mivel én is észrevettem a koncepcionális boldogságnak ezt a fajta tulajdonságát, hogy egyszer mindig tenni kell valamit, hogy legyen, és akkor elindul egy hajhászás, függés, és aztán annak tudjuk, hogy mi a vége, elfáradsz benne, hogy mindig ezt kajtatod. Mert elfáradsz. Ez a kiégés. Ez a kiégés, igen. Rájössz arra, hogy a feltételrendszered rossz, nem ezt kerested, ez egy interpretációja annak, amit te kerestél, de nem az. Mert mindenki azt keresi, és akkor nyugszik meg teljesen, hogyha megérti azt, hogy az a boldogság, vagy az a bármi, amit ő keres, az tőle elválaszthatatlan. Ő hibájából nem tudja elveszteni, ha nem néz oda, akkor nem esik ki a zsebéből, tehát kell lenni egy állandó dolognak az életben, mert csak az állandóság nyugtatja meg az embert. Viszont a matériában az állandóságot nem tud megtalálni, mert természeténél fogva, ami megszületett, meghal. Ami matéria, megszületik, meghal, az, ezek mulandó dolgok. Csak junkie tudsz maradni egy ilyen létben, hogyha ismered azt a dimenziót, ami ezen túl van, ami az állandóság, a feltétel nélküliség, a lélek. A lélek az feltétel nélküli, mert nem tudod látni, megérinteni. Emiatt nem tudod szem előtt éveszteni, elveszteni, rosszul gondolni rá, és akkor nem jön elő, tudod? Tehát a lélek az az állandóság, az a jelenlét, az a létezés, a lélek, meg a létezés, meg a... Ezek nem hiába egy majdnem ugyanúgy hangzó dolgok. Uh-huh. Tehát, és ugye ez a gyökerünk. És igazából keressük ezt a valamit, amit majd elkapunk, majd megszerzünk, de bármi, amit megszerzel, azt utána el fogod hagyni, vagy elmegy. És igazából csak be kéne nézni a színfalak mögé, és megtalálod azt, hogy világéletet bekerestél. És én ezt úgy találtam meg, hogy annyira kurva szaró voltam, hogy kénytelen voltam odafordítani a figyelmet. És akkor ez a belső létnek a feltérképezése. Itt belül, ami belül van, nem kint, hanem bent. De magadtól kezdted el? Dehogyis nem. Nem? Nem. Annyira szarul voltam. Az, hogy annyira szarul voltam, és annyira semmilyen boldogság nem volt. Már évek óta nem nevettem például, ez egy óriási felismerés volt. Évek óta nem nevettem, de ez nem kell mindenkinek évek óta nem nevetnie, hanem elkezdtem, ugye akkora volt a fájdalom belül, hogy ez a fájdalom, ez
akkorákat kopogtatott már, hogy elkezdtem odafigyelni rá, tudod. Uh-huh. Mert ezek azért jönnek ezek a dolgok, hogy figyeljünk rájuk. Értsük meg, hogy a büdös, koszos gyerekünk az ugyanolyan, mint a szép, tiszta gyerekünk. Uh-huh. Az ugyanaz az egy lény. Csak ugye mi azt mondjuk, fúj, büdös vagy. És közben ugyanúgy ignoráljuk a saját lényünk mocskos, gonosz aspektusát is, ami pedig ugyanúgy a viszonyítási alapja ugye a jóságunknak. Hát, hogy, biztos találkoztam emberekről, akik azt állították magukra, hogy mennyire jók, és ők sose rosszak, és ők nem... Ezért volt az egyik, igen, egyébként, és ezért volt az egyik legszimpatikusabb mondat, amit mondtál, hogy te nem keresed állandóan, hogy hol lehet jótékonykodni, meg nem ettől leszel jó ember. És egyébként ez tényleg... Meg én nem jó ember akarok lenni, mert rájöttem, hogy ez ugyanúgy egy fals dolog, mint a mindig boldog vagyok, jó ember vagyok. Nem, én nem jó ember vagyok. Jó ember vagyok, az is olyan, hogy mihez képes vagy jó ember. Igen, kinek mi a jó? Tehát, hogy ez is egy relatív dolog, nem érdemes ezen lovagolni, viszont az igazság az nem egy relatív dolog. Az igazság az egy elég jól detektálható, érezhető valami. Mondok egy példát. Ez a kocsi itt, amivel jöttem, ez az enyém. Érzed, hogy ez egy kurva nagy hazugság, az meg. Ez egy akkora kamu, mint az állat. Viszont ha azt mondom, hogy ez a kocsi, amivel én jöttem, ez az Évája menedzseremé, akkor érzed a frekvenciákon, meg mindenen, hogy ez igaz. Tehát ha aki azt mondja nekem, hogy mindenkinek megvan a saját igazsága, én megértem, hogy mire gondol, mert ez a cucc, ez ében piros. És tudok azt mondani, hogy nem, ez egy ilyen rózsapiros. Leszarom, ezeket nem érde, nem is erről van szó, nem is ezért beszélgetünk az igazság, hogy megértsük azt, hogy mennyire szubjektív. Nem, én arról beszélek, hogy tudod, hogy mikor hazudsz magadnak, csak nem veszed a fáradtságot, hogy kicsit lelassíts, és bevald magadnak, hogy igazából egy hazug vagy, hazugva, össze-vissza hazudsz. Mert nagyon nehezen néztem azzal szembe, hogy mennyi mindent hazudtam a saját céljaim többek között elérések kapcsán, vagy azért, hogy én is úgy lássam azokat a kapaszkodókat, hogy azokat biztos valaki elbaszta, mert túl kicsi vagyok, és nem érem el, és akkor azt hazudom magamnak, hogy biztos ők baszták el, nem nézek azzal szembe, hogy nem, én vagyok kicsi. Uh-huh. Én vagyok kicsi. És nem nézek a kicsiségemmel szembe. Ilyen voltál egyébként régen, hogy hogyha valami nem sikerült, akkor egyből kerestél bűnbakot? Magamat is eléggé ostoroztam, tehát ebben abszolút eljutok veled érezni, és emellett, hogyha elfogyott a munícióm magammal szemben, akkor persze kerestem valakit, akit utána hibáztathatok. Volt ebben valóság, tehát nyilván ők is elkövették a saját hibájukat, de az, hogy hibáztatok valakit, és az, hogy megbeszélem, és a konklúziókat keressük arra, hogy hogyan működhetnék jobban, az két különböző dolog nyilván. Többször elhangzott itt egyébként az Isten meg a hozzá kapcsolható dolgok. Előjáróban én teljesen távol áll tőlem, és én tehát nem szeretem mondani magamról, hogy ateista vagyok, mert szerintem, amikor valaki nem hisz valamiben, akkor az csak ő is. Tehát nem kell ezt beskatujázni. Nagyjából van 3000 Isten így dokumentálva, én egyel többen nem hiszek, mint aki mondjuk keresztény. Tehát ugye nagyjából így nem szoktam így ezt beskatujázni, de a kérdés, ami megfogalmazódott bennem, ugye mondtad, hogy nem adtál magadnak kreditet, ugye ezt elértem, azt elértem, hanem ugye ment ez az önostorozás. Nekem mindig nagyon érdekes volt, hogyha valaki nagyon mélyen van így az életében, legyen az mondjuk a te eseted, vagy legyen az, hogy valaki börtönbe kerül, mert csinál valami olyat, és megbánta, és stb. Nagyon-nagyon gyakran jön elő az, hogy megtalálta, és akkor Istennek adunk emiatt hálát. Nem, és annak a hálát, akinek szeretnél, ne érts félre, én azt arra akarok itt kiukadni, hogy valahol nem magadnak kéne hálát adni, hogy elindultál a folyamatban, vagy az úton. Tegyük fel, hogy van mögöttünk valaki, tegyük fel, hogy nekem nincs igazad, és neked van. Bár ezt is ugye idézőjelben kell tenni, kinek van ezzel kapcsolatban igaza. Tegyük fel, hogy létezik, jó? És akkor oké. Tegyük fel, hogy ő irányít téged jobbra-balra, viszont az úton mégis te mész, mert ha azt mondom neked, hogy innen el kéne futni mondjuk egy 6. kerületbe, akkor én megadtam neked az utat, hogy arra kell menni, és hogy ott fogod megtalálni, nem tudom, azt a helyet, amit keresel. De az úton mégis te mész. Ez egy komplexebb dolog. Ez erről, ha beszélsz valakivel, valaki olyannal, mint én, akkor én szerintem közelebb viszlek ahhoz, amit szerintem te is szeretnél hallani. Én arra akartam kiukadni itt, hogy adsz-e magadnak
kreditet. Néha egy pici vállompaskolást, hogy jó, hogy ezt csináltam, hogy jó, hogy magamban néztem, hogy jó, hogy változtam, hogy jó, hogy jól vagyok, mert az a te munkád nagyon keményen. Figyelj, az a helyzet, hogy én Istent nem úgy kezelem, mint egy mint valakit, akit piedesztára lehet emelni azért, mert ő megmentett engem. Uh-huh. Én nekem van egy nekem Isten az az egység, ami meg az a fajta szeretet, ami több annál, mint sem ha behozott a zsömbét, szeretlek, ha nem hozott be, akkor az anyádat. Uh-huh. Tehát nekem Isten az a az a valami, ami megmutatta azt a fajta mélységet és bölcsességet az életben. Többek között a betegségemben keresztül, mert én is rohadtul ignoráns voltam Istenre, és amikor néztem a Pajor Tamást, hogy mit csinál, hát akkor én is ott ültem, hogy Úristen, elment az esze. Ugyanilyen voltam, tehát hogy ne csuvickoljon ki engem. Én ugyanezt gondoltam, Úristen, te Jézus, az milyen cikiaival, megint valaki bekapott valami szekta. Figyelj, nagyon sokáig releváns félelmem volt az, hogy csak nehogy engem is, nehogy csak velem is ez történjen. Mm. Nem egy szekta kapott be, mert rohadtul egyedül voltam otthon. Mm. Tehát én nem valami vallási közösséghez csatlakoztam, hanem egyszerűen nekem voltak klasszikus, nem klasszikus jelenéseim, tehát nem az, hogy megjelent a fehér szakálló, és akkor, hanem ilyen példákat tudok hozni, hogy volt egy pszichológusom, akivel nagyon-nagyon sokat terápiáztunk, és mondta, hogy próbálják meg egy meditációt, amiben ott van, elképzelem Jézust, Mária Magdolnát meg engem, hárman fogjuk egymás kezét, és akkor valami, már nem emlékszem a szövegre, és akkor elkezdtem ezt elképzelni, és egyszerűen nem tudtam elképzelni Jézustól függetlenül, Jézustól szeparálva saját magamat. És ugye mondja Jézus is, hogy ezt már utólag tudtam, mert rámentem a YouTube-on, vannak ezek az ingyen filmek, tudod, és akkor a Jézus történet. Nekem az rohadtul bejött, én nem akartam a Bibliát olvasni, egyébként sem olvasok könyveket. És akkor elkezdett mondani Jézus ilyen dolgokat, hogy benned van a mennyek országa. Ez olyan volt nekem kicsit, mint a dobd el kincseidet a gazdaság létre. Uh-huh. Tehát, hogy voltak olyan mondatok azért, ami elkezdett érdekelni. Egyszerűen elkezdtem érezni egy ilyen húzást feléjük. És nekem Isten a mai napig egy, nekem inkább a hitem helyett, nekem inkább tapasztalásom van. Uh-huh. Tehát a hit az addig kell, ameddig nincs tapasztalás. Addig hiszel valamiben. Én olyan mázista vagyok, hogy megélhettem azt, hogy megélem azt az egységet, amikor azt mondja, hogy Isten az embert a saját képére alkotta. Hogy ez mit jelent? Tehát ez mindenki mondja, meg mindenki mondja, hogy spirituális, meg mindenki magyarázi. Az emberek nagy része iszonyat hiteltelen. Uh-huh. Tehát ránézel az emberre, és már hagyjál a békén. Uh-huh. És komolyan te akarsz prédikálni, amikor párkapcsolat, egy tanácsadó életében nem volt még egy normális kapcsolata. Mennyi ilyen van? Hát tele van. És a spirituálisban ugyanez. Végig. Én azért imádkoztam, mondom, Istenem, engem meg ne hagyjál szólalni addig, ameddig én nem vagyok ebbe hiteles. Uh-huh. Én mondom, érzem magamban a fals tanítót. Jön elő, tudod. Mondd meg neki, azaz. Tök jó lesz, tudod. Majd tündökölhetsz, ott ülhetsz egy fehér leppelbe valami pódiumon, és akkor... És én ezeket figyeltem magamon, bennem is vannak ilyen tendenciák. És azok, akik ott ülnek tényleg egy fehér leppelbe, és kurva nagy kamuk, azok ezt az aspektusokat nem merik maguknak bevallani, mert attól félnek, hogy akkor expozálódik ez a karakter, és akkor összedől. Abban teljesen igazad van, és én is azt gondolom, hogy én megéltem magamban, vagy ezen az úton azt, hogy nekem igenis van szabad akaratom, ez olyan dolog, ez ugyancsak egy bibliai történet, Isten dobja a szőlőt, érted, rámegy a homlokodra, lepattan, akkor nem Isten a hibás. Tehát van benne egy olyan, hogy te megéled azt, hogy neked el kell mozognod azért a szőlőért, és rá kell menned. Uh-huh. És ez tök valid. Tehát nincs olyan, hogy majd Isten fizesse meg, tudod. Igen, Isten igen. Megoldja. Ne. Isten nekem, számomra nem egy kifogás. Tehát, és akinek tényleg van valódi hite vagy kapcsolata Istennel, annak soha nem lehet Isten kifogás. Hát Isten az, aki Isten a szeretet, Isten felemel, Isten megérteti veled, hogy van egy jó, meg egy rossz aspektusod, és hogy te hogyan tudsz ebben az óriás útvesztőben eligazodni. De neked kell az megjönni, menni balra-jobbra? Hát neked megvan az élményed, ez is az életnek egyébként a teljességének a része, hogy te vagy az, aki a kalandor, te vagy az, aki figyeli a kalandor történetet, el tudja mesélni, te vagy a mindenség, és te vagy a mindenségből látott
pici kis individuum, akit 8 milliárd ember közül az egyik. És megélheted a gigantikusságodat akár egy pici kis emberként, és megélheted mondjuk egy meditáció, vagy normális meditációban, nem egy fasságba, de megélheted azt, hogy tényleg egy vagy, egyek vagyunk. Tehát tényleg ezt meg lehet élni. Ez fantasztikus. Hát egy ilyen Isten miért ne kéne bárkinek? Nem egy olyan Isten, aki ezért fizes be a 100 rongyót, és akkor kapsz üdvösséget. Nem egy ilyen Isten. Egyébként az a vicc, hogy ezt is, az ilyenfajta Istent is az Isten teremtette, aki egyébként, de hogy, mert hogy megint csak kell a csalás ahhoz, hogy az igazság érjen. Hát nincs valami. Fény, ugye? Sötétség nélkül, így van. Igen, igen. És az én sztorim is ez. Na. Ez elég szép végszó. És most van ugye, azért fordítsuk meg, mert hogy most van a fény. Persze. Tehát ugye most érzed magad a legjobban, meg most vagy a legproduktívabb, meg most vagy te a Fehér Balázs, akinek lenned kell lényegében. Igen, most vagyok, én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy régen én itt voltam, az élet meg itt. És most már ez van. Igen. Ez kicsit olyan, amikor én mondom a hát ilyen idézőjelbe tett rossz, meg nehéz gyerekkorról, hogy most már nem adnám oda semmiért. Most már nem adnám oda semmiért. Mert ugye az faragott belőlem azt, aki vagyok, és azért annyira nem vagyok borzalmas, mint amilyennek néha gondolom magam. Szerintem Balázs, senki nem az. Egyetlen egy dolgunk van hátra, azaz kettő. Aláírjuk a gitárt, jó? Marad csak. Jó, köszönöm. Ez egy borzalmasan lefingott gitár, nem jó semmire, tehát egy ilyen nem is szól rendesen, meg még helyre kell hozni. Egy kis emlékeztető a múltunkra. Mi is ilyenek voltunk. Fél, szerintem ez egy lefingott gitár. Egy forintot nem ér az egész, viszont mi megoldjuk, hogy majd egyszer érjen valami. Jó, bárhol, ahol szeretnéd. Itt vagyok én. Szóval, és a végén mindig elmondjuk, köszönöm szépen, hogy mi van veled, mi lesz veled, hol lehet téged elérni, és mi a következő, amire nyitott szemmel kell járni, hogy találkozunk veled, hogyha akarunk, hogy halljuk, amit csinálsz, és stb. Úgyhogy mehet minden Insta, meg minden elérhetőség, minden ilyesmi. Jó, hát hogyha tényleg ha a zenei munkásságomra kíváncsi bárki, akkor mindenképp ugyanúgy, ahogy ezt te is tetted, amit nagyon köszönök, iratkozom fel a YouTube csatornámra, és nyomj meg azt a csengőt. Igen, köszönöm. Igazi boomer vagyok. és az Instámon, meg a Facebookomon általában ott ilyen vegyes tartalom van, ott mindent, ami jön a szívemből, a lelkemből, azt kiszoktam írni, de ott is vannak ilyen felhívások keringőre, ami effektív most nekünk nagyon fontos, és a nagy liblingünk, az nyilván az a klip, ami most pár nap múlva június 9-én ki fog jönni, a YouTube-on ma jelenik meg, egyébként az RTL Fókuszban, meg más egy zenei TV csatornán is meg fog jelenni, tök jó, és de rádióban sajnos nem lehet hallani a dalaimat, mert valahogy most nem érnek el oda az angol nyelvű dalok, ahova kellenének, de amit nagyon sajnálok, de ez most így van, ezt elfogadtam, újra az undergroundból szépen felmászunk, tökéletes. Jó lesz, ez egy minőségi szita, úgyhogy Abszolút. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok a mostani anyagommal, ez az új dalom, ez a She's Cool, ami most jön ki. Ennek az a különlegesség, hogy egyszer már forgattunk róla egy klippet, és egyszer már kijött egy verzióban, de az nem volt a végső verziója. Így újra produkáltuk az egész lemezt, és most, majd mindjárt egyébként megmutatom neked, hogy mi előtt a klip, és akkor majd a többiek majd ezek után. Jó. Aki el akar érni téged bármilyen okból, keresheti menedzseredet, vagy egy... Abszolút, igen, van egy e-mail cím a Facebookon, ott eléri az Évit, a menedzseremet, egyébként tök jó, hogy mondod, most ki is fogjuk írni az Évi telefonszámát. Kiírjuk majd mi is az Évi kontaktját. Jó, köszi, ott el tudtok érni. Balázs, hát ez egy élmény volt, köszönöm, sokat tanultam, ezért hívok, mert nálam okosabb embereket. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. És ha még jönnél, akkor úgyis várunk vissza. Jó, köszönöm, nagyon szívesen.